Szeretettel köszöntöm Porga Ferencet, Tamási város polgármesterét. Ismét egy 11-12 perces beszélgetés tanúi lehetünk. Mai beszélgetés témája hát teljesen aktuális, 2017-es év értékelése. Elsősorban arra lennék kíváncsi, és szerintem kíváncsiak a tévénézők is, hogy mi az, ami megvalósult 2017-ben, milyen elvárásai voltak a 2017-es évvel kapcsolatosan? Hát szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a Koppány Televízió nézőit. Hát, hogyha erre kérdésre megpróbálok válaszolni, akkor talán azt kellene számba venni, hogy ahogy ön is mondta, hogy milyen tervekkel, elképzelésekkel indultunk el 2017 elején. Nem mondhatom, hogy a ciklus elején, tehát én megpróbálok legalábbis 5 éves önkormányzati ciklusokban gondolkodni, hisz egy szisztematikus tervezett munka indult el 2014-ben, aminek fontos állomása volt a 2017-es év. Leginkább egy önkormányzatnak a működésének a sikerességét a fejlesztések mutatják meg. Azon lehet a leginkább remélni, hogy mennyit haladt előre, mennyit fejlődött a város mondjuk egy év alatt. A legfontosabb feladatunk az volt 2017-ben, hogy a Európai Uniós pályázatokat, projekteket sikeresen elkezdjük. Ugye 14 támogatási igényt nyújtottuk meg mi 2016-ban, és 2017-ben a 14-ből 13 projektünk sikeres lett, és a 13-ból 12 esetében támogatási szerződéssel is rendelkezünk. A 13-ból 3 projektnek meg volt a nyitó rendezvénye, és már elindult a kivitelezés. A többi beruházás az 2018 tavaszán fog elindulni. Tulajdonképpen elmondható az, hogy ezek a beruházások szinte az egész várost érintik, tehát a város egész területét. Az északi ipar területtől elindulva a városközponton keresztül a fürdő környékéig érintik a turisztikát, érintik a gazdaságfejlesztést, érintik a civil szervezeteket, érintik a fiatalokat, időseket, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum. Érintik az infrastruktúrát, hisz itt azért komoly hiányérzete van a lakosságnak most már évtizedek óta, de azért talán az utóbbi években ebből sokat faragtunk le ebből a hátrányunkból, de még nem én nagyon hosszú út áll előttünk. Ami hiányérzetem van, az az egy nem nyert pályázat, az a bölcsőde fejlesztés és bővítés. Jelenleg nem egészen 30 fős bölcsődei férőhelyünk van. Az igény körülbelül 4-szer ennyi. Ez örömteli. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok a gyermekes család, és nagyon sok az olyan gyermekes család, főleg aki szeretne dolgozni. Igyekszünk más forrásból megoldani ezt a problémát. Ezen kívül évek óta, vagy talán évtizede dolgozunk a szállodafejlesztési projekten, ugye erre direkt uniós támogatás nincsen, megpróbáljuk ezt más forrásból megoldani, hogy a fürdőnk ne annyira féloldalas legyen, és azért a turisztikai céljaink kiteljesítéséhez ez rendkívül fontos ezeknek a támogatási igényeknek az előkészítése, ez komoly munka. Komoly műszaki előkészítést, jogi előkészítést, pénzügyi előkészítést igényel, amíg eljutunk egy támogatási szerződésig, és a lebonyolítás is nagyon komoly feladat. Szerencsére itt az önkormányzati hivatalnál és az innovációs központban olyan munkatársak állnak rendelkezésünkre, akik meg tudják, színvonalasan meg tudják oldani ezt a feladatot. Hazai forrásból lesz tanúszodánk,
várhatóan 2018-ban. Erről is sokat beszéltünk itt a televízióban is. A testületi üléseken is szóba került, hogy a fürdővel szemben fog megépülni várhatóan a beruházás 2018-ban, elkezdődik, ez nagyon fontos. És nagyon fontosak azok a sportfejlesztések, amelyek 2016-ban és 2017-ben értek révbe. Beszélhetünk a kerékpáros velodrom pályákról, amely az idei évben került felavatásra, és gyakorlatilag kettő ilyen van az országban, és nem sokára egy lesz, mert a budapesti millenárist valószínűleg hamarosan lemondják. Ezt erre nagyon büszkék vagyunk, igyekszünk élettel megtölteni majd ezt a kerékpáros pályát. Mindig egy picit teszünk hozzá a lóversenypálya bővítéséhez az Apallóza Egyesülettel közösen, és elkészült a műfüves futballpálya, az élőfüves és a kisműfüves mellett. És ez nem csak azért fontos, mert van egy megye egyes futballcsapata a városnak, hanem azért, mert közel 200 gyerek, 200 fiatal focizik ebben az egyesületben. De büszkék vagyunk arra, hogy szinte az összes sportágban sikeresek a tamási fiatalok, és itt nem sorolom fel a többit. Ez nagyon fontos egy városnak, hogy megfelelő oktatási intézményei legyenek, a szülők tudjanak választani, hisz van egy jó önkormányzati óvink, most lesz, már van egy jó katolikus óvink, van egy Waldorf óvink, tehát ez én azt gondolom erőssége a városnak, ha tudnak a szülők a különböző fenntartási, oktatási, nevelési intézmények közül választani. És itt hadd legyünk büszkék arra a megállapodásra, amit dr. Udvardi György pécsi püspökkel kötöttünk a katolikus oktatási negyed fejlesztésére vonatkozólag, amelyben Tamási Város Önkormányzata partnere a Pécsi Egyházmegyének, és hát komoly terveink vannak a gimnázium és a katolikus óvodaiskola bővítésével kapcsolatosan. Jól haladtunk és betartottuk a szavunkat a kommunális adó területén is, hisz amit a itt lakók befizettek, azt ebben az évben is, mint ahogy a tavalyi évben is, az utolsó fél évig járdaépítésre és járdafelújításra használtuk fel. Tudjuk, hogy itt is vannak komoly elmaradásaink, amik nem az elmúlt években keletkeztek. Igyekszünk a város legforgalmasabb, legrosszabb állapotban lévő járdáit, közútjait fejleszteni, javítani. Nagy elmaradásunk van a külterületeken, ezt is tudom, nagyon sok kritikát kapunk, emiatt részben 5 Viszmajor pályázatunk van benn, külterületi utak javítására, felújítására, ezek még nem kerültek el bírálásra. Ezen kívül az ivóvízminőségjavító program az érinti az egész várost, érinti a ellátatlan külterületeknek a külterületeken az ivóvízhálózat kiépítését. Ez is nagyon lassan halad, nem a önkormányzat miatt, hisz ezt a Nemzeti Fejlesztési Program iroda bonyolítja le, tehát az önkormányzattal a tervegyeztetésen kívül egyelőre más kapcsolata nincsen ebből a projekttel, de az ígéret, hogy a következő évben végre ez a beruházás is el tud indulni. Az utóbbi néhány évben a művelődési központ adventi, nem csak adventi vásárt, hanem adventi gyertyagyújtást, adventi előkészület szervezésében is azt gondolom, hogy színvonalasan szerepelt, ha lehet így fogalmazni. Tehát én nagyon örülök annak, hogy a itt lakókkal, egyre több Tamásival együtt tudtuk az adventi gyertyát meggyújtani itt a Turmézei Erzsébet téren. Az adventet ugye elsősorban és a karácsonyt szeretteink, családtagjaink körében éljük meg. Ez nyilván elsődleges és fontos, de fontos, hogy megéljük egy kicsit mi tamásiak itt egymás között is. És ezért is fontos az, hogy több emberrel is találkoztam, nagyon sok emberrel találkoztam itt a Turmézei téren a advent időszakában. A hivatalban itt egy záró, évvégi záró vacsorával zárjuk le az évet, amire holnapi nap fog sor kerülni. Ennek is megvan a maga hagyománya.
otthon pedig természetesen családi körben zajlik az ünnep, egy kicsit nagyobb családi körben is. Testvérem vidéken él, ők is megérkeznek ilyenkor, és elkészülnek a hagyományos családi ételek, a halászlé, a kocsonya, ennek a kettőnek vagyok én a felelőse, és hát természetesen több minden más. Én mindig nagyon szeretném azt, hogyha egy pici hóeséssel még varázslatosabbá válna ez a nagyon szép ünnep. És én ehhez minden Tamásnak, minden itt lakónak áldott, békés, boldog ünnepeket kívánok. Egészségben és szerencsében gazdag, boldog új évet. Viszont kívánjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.